Sziasztok, Erdélyi Balázs vagyok. A Magyar Telekomtól érkeztem, egy kisebb csapattal azon dolgozunk, hogy alapvetően a digitális világból kiindulva hogyan tudjuk alapvetően a machine learninget arra felhasználni, hogy a vállalatot, amely jelenleg adatalapon működik, adatvezérelté tegyük. Azért tartjuk ezt fontosnak, mert mindenhol a Gartnertől kezdve minden elemzésből az derül ki, hogy a machine learning és az AI tekintetében elképesztően nagy a hype. Minden vállalatnak a felső vezetése az elképesztően sokat várt tőle, viszont azt is sikerült kimutatni, hogy nagyon keveset hoz jelenleg. És azt gondolom, hogy mivel elképesztő felvásárlási láz is tapasztalható a piacon, szóval, hogy most egy nagy lehetőség előtt állunk, és azt gondolom, hogy ez a mi felelősségünk, hogy ezt kihasználjuk. Minél több működő solution-t kell leraknunk az asztalra, ami bizonyítani tudjuk, hogy ez egy működőképes dolog. Miért gondoljuk azt, hogy adatvezérelté kell tennünk? Mert azt gondoljuk, hogy vállalati oldalról is az egy üzleti előny lehet a versenytársakhoz képest, hogyha nem egy humán intelligencia hozza meg a döntéseket, hanem az adat önmagából tanulva képes ezt meghozni. És az sem mindegy, hogy ebből mennyi tudunk egy csínyidat meghozni. Ügyfél oldalról pedig egyértelműen elvárás lett a digitális világban mindenféleképpen, hogy ott, ahol járunk, ott minél inkább ismerjék a preferenciánkat, az ízlésünket, ismerjék azt, hogy valójában mit is akarunk, és azt hol szeretnénk megvásárolni. Valójában egy machine learning modulokból felépülő megoldásról beszélünk, amely folyamatosan alakult ki. Leaddel indultunk, az volt a felvetés, hogy a vállalatunk, és úgy általában egész Európában, amivel kapcsolatban voltunk, leányvállalatok és a főcégünk is, alapvetően a leadként úgy tekintett, hogy manuális úton megpróbálunk az ügyfeleinktől minél több információt behozni, és minél inkább, minél pontosabban tudjuk meghatározni azt, hogy az ügyfelünk az valójában mit, mikor, hol és milyen, mekkora szándékkal próbál keresni nálunk, vagy megvásárolni, annál inkább tudjuk ezt kihasználni, ezt a tudást, azáltal, hogy a delta value-t növeljük. Mi viszont felvetettük azt a kérdést, hogy miért csak a direkt információkat használjuk fel, miért nem fókuszálunk azokra az indirekt információkra, amiket egyébként ők maguk mögött hagynak a különféle helyeken, és itt ugye klasszikusan ki lehet utalni, hogy a churn modellnél például a legtöbb telekommunikációs cég az még mindig a havi számla információkra épít, ami bizonyos szempontból nagyon vicces 2020 előestéjén. Szóval a mi célunk az volt, hogy lead szempontból arra folytottuk le a problémát, hogy minden azon múlik, hogy képesek vagyunk-e megjósolni azt, hogy az adott ügyfél az a jövőben mikor jut arra a döntési pontra, hogy ő valamit szándékozik velünk kapcsolatban megtenni. Ez lehet egy vásárlás, lehet bármi egyéb dolog. Tehát a cél az volt, hogy a jövőbeli szándékot próbáljuk meg minél pontosan megmondani, mint időben, mint termékben, viszont teljes mértében nyitva hagytuk azt, hogy hol szeretnénk őt ezzel tovább segíteni, tehát hogy milyen csatornán kommunikálunk vele. A kulcs az a point of purchase, tehát az, hogy megmondjuk, hogy mikor fog vásárolni, és itt abból indultunk ki, hogy először egy scoring modellt építünk fel, amit megpróbálunk ilyen algoritmikus, analitikai szempontból felépíteni. Amit itt láttok, egyedi szinten, tehát mindenféleképpen egyedi szinten próbáljuk meg megjósolni, hogy mikor jön el ez a döntés legnagyobb valószínűséggel. Ugye ez horizontálisan és vertikálisan is felhasználható. Horizontálisan úgy, hogy ha látjuk azt, hogy a jövőben mikor valósul meg ez a mikor jön ez a döntési pont, akkor erre vonatkozóan tudunk ugye, hát gyakorlatilag ráerősíteni, hogy el is jusson a vásárlásig. Vertikálisan pedig, hogyha adott nap nem érkezik el a vásárlás, akkor szükséges valamit tennünk, akkor valami probléma, valamin segítenünk kell az ügyfelet, és ugye ez lesz a lead. Ha a klasszikus modellezést nézzük, akkor itt a lead tekintetében arra koncentráltunk, hogyha ezt a kumulatív gain chartot nézzük, hogy gyakorlatilag az első 20%-ban essen be, a legnagyobb valószínűségen essenek be a döntési pontjaink. Ugye átlagosan egy ilyen modell az 50%-nál már örülünk, mi addig tekergettük, amíg a 70-et el nem értük, mert ezáltal gyakorlatilag a lead szempontjából a legrelevánsabb ügyfelekre tudunk lőni, illetve nagyon könnyedén megfogalmazhatjuk matematikailag is, tehát később könnyen algoritmizálható egy machine learning szempontjából.
A modellt azt alapvetően három fő komponensből gyúrtuk össze. Egyrészt a user viselkedésnél létrehoztunk egy olyan modellt, amit akár egy microservice, akár egy frontend rendszer mögé is be lehet illeszteni. Ennek több oka van, erről most nem szeretnék beszélni. Ami ebben a kulcs az az, hogy gyakorlatilag fontosan figyeljük azt, hogy az ügyfeleink akár on-site, akár off-site milyen tevékenységeket végeznek, és ezeket próbáljuk meg valamilyen módon szkórolni, és ebben a dinamikát is megpróbáljuk megfogni, tehát az adott látogatónak az önmagához képesti változásait is megpróbáljuk itt megfogni. Mivel a teljes digitális traffic, tehát a külső digitális világban megjelenő reklám hirdetéseinket is machine learning alapon már próbáljuk vezérelni, de elsősorban a real-time biddingre kell gondolni. Tehát megvannak azok az ajánló algoritmusaink, amiket szintén beépítettünk ebbe a modellben virtuális feature-ként, illetve értelemszerűen a már meglévő vállalaton belüli információkat is megpróbáltuk összekombinálni ebbe a modellben. Ami valójában kiesett belőle, hogy gyakorlatilag a teljes vásárlói funnelnél kirajzolódott egy nagyon pontos kép. Ugye a fő célunk az, hogy amikor megjelenik egy látogató bárhol a mi látómezőnkben, akkor megpróbáljuk minél gyorsabban eljutatni ehhez a döntési ponthoz. Ebben próbáljuk meg segíteni. Ez jó nekünk, mint cégnek, és jó a látogatónak is, hiszen például az, hogy nem kell állandóan a kereső oldalakat böngészni, hogy milyen olyan termék lehet még, ami érdekli, hanem egyszerűen oda tesszük elé, akkor ez egy nagy segítség tud lenni. Amikor viszont megvan ez a döntési pont, akkor onnantól kezdve már az a fontos, hogy például ezt a terméket, ha most telkó iparágban beszélünk, akkor minél gyorsabban meg tudja ezt vásárolni. És hogy látjátok itt bal oldalt, hogyha X idő alatt, a döntési pontot követően X idő alatt jut el a vásárlásig, akkor az azt megelőző felfedező időszak az körülbelül 8-szor akkora idő, és azt is lehet látni, hogy körülbelül átlagosan 10 termékkel indul el egy átlagos látogató, és amikor van 2-3-ig eljut, akkor már tudjuk, hogy közel van a döntési pont. Miért jó nekünk ez? Azért jó, mert a mai digitális világban rendkívül eltért az a nézet, hogy retargetálni kell. Biztosan mindenki találkozott már olyannal, hogy mondjuk én férfiként a feleségemnek mondjuk egy rúst keresek, és megvettem, és talán még 3 hétig kapom a rúst. Tehát, hogy megpróbálják ugye utána tolni az embernek azt, amit ő már látott. Ugye nálunk egy új definíció alakult ki. Azt mondtuk, hogy ameddig a döntési pont nem érkezik el, addig a retargetingnek nincsen értelme. És amikor megvan a döntés, akkor viszont azt kell erőltetni, hogy ezt minél gyorsabban húzza is be. És itt jött ez az egyik felhasználási terület, a másik pedig ugye a lead. Hogyha valami probléma van, és X idő alatt nem jut el a vásárlásig, azaz, hogy vertikálisan adott nap, amikor mi számítunk rá, nem történik meg például a sales esemény, akkor mindenféleképpen tennünk kell valamit, hogy ez megtörténjen. Ami a machine learning oldaláról egy érdekes kérdés, hogy és tapasztalat, hogy persze hipotézisekből kell kiindulni, és mindenféleképpen kell lenni egy hipotézisnek a mögött, hogy miért csináljuk. De rendkívül fontos, hogy a hipotézis sokszor nem jön, nem tudjuk szignifikánsan bizonyítani, vagy egyszerűen nem érkezik meg. És ez nem jelenti azt, hogy az a projekt, vagy gondolkodás, vagy munka sikertelen lenne, mert azok a látens tudások, amik megjelennek, azokból rendkívül sokat lehet tanulni. Például itt az alsó, jobb alsó ábrán láthatjátok, hogy például a márka alapján, melyek azokat felfedeztük azt, hogy vannak olyan alternatív márkák, amik egymásnak jó cseréi. És hogyha most arra gondoltak a telkó szektorban, hogy Huawei és a Google-nak az összeveszése, nekünk nem kellett külön modellt építenünk arra, hogy mit csináljunk a potenciális Huawei vásárlók, mert pontosan tudtuk, hogy mit kell csinálni, mert ebből a modellből kiesett. Vagy például azt, hogy a márkahűség az hogyan alakul, és hogy igenis nagyon jó patternök rajzolódtak ki, hogy bizonyos márka után érdeklődőknek mennyire egyértelműen lesz például a sales funnelje, amit szintén később ki lehet használni. És a lényeg az, hogyha nem következik be ez a döntés, akkor mit csinálunk? Ugye mindenféleképpen azt látjuk, hogy amint a
Adott nap nem következik be a vásárlás, minél több idő telik el, a konverzió esélye az nagy mértékben csökken. Egyrészt azért is, mert ha megkeressük, akkor is, illetve később sem jön vissza hozzánk. Tehát gyakorlatilag elveszítjük a radarunkról. Ezért megpróbáljuk ott on-site tartani az ügyfelet, és rögtön egy chat ablak ugrik fel, hogy megpróbálja segíteni ebben a döntésben, hogy esetleg való elakadt, vagy valamit nem ért, vagy kell egy utolsó kis lökés számára, akkor kap egy húsvérembert, aki képes őt ebben segíteni. Hát, hogyha nem kattintja ezt meg, hiszen ez továbbra is inbound szituáció, akkor viszont megy tovább outbound szituáció, ami nálunk egy telefonos hívás lesz. Ezt minél gyorsabban megvalósítjuk. És ami itt a kulcs, hogy úgy adjuk át az információt a CC-s kollégáknak, hogy gyakorlatilag a teljes vektorát odaadjuk az ügyfélnek. Tehát pontosan tudja, hogy mit kell mondani, mi érdekli őt, hogyan kell kommunikálni, és ezáltal egyébként nagy mértékben növeljük a konverziónkat. Itt láttok eredményt, a lényege az, hogy nagy mértékben felülmúlta a korábbiakat, és amit mi kerestünk, hogy nem csak arról van, amit mi féltünk, hogy nem csak arról van ez szó, hogy előrébb hozzuk a vásárlást. Hiszen a modellünknek ezt a részét nagyon nehéz volt mérni, úgyhogy erre külön figyelmet folytottunk, és az jött ki, hogy gyakorlatilag a salesnek a közel 60%-a az addicionális. Tehát nem előrehozott vásárlásról van szó, hanem újról. És ami következményt a vállalaton belül, hogy egy amerikai cégnek volt egy analitikus chat platformja, az kiváltásra került, és a mi megoldásunk került be a helyére. És akkor jogos a kérdés, ami felvetődik, hogy ezzel készen vagyunk-e. És hát arra jutottunk, hogy nem, mert hogy valójában az ilyen típusú megoldásokkal valójában az ügyfélnek a szándékos vásárlási kedvét próbáljuk meg megfogni, és próbáljuk ezt elérni, hogy ez megtörténjen. A probléma az, hogy elképzelhető, hogy a vállalat számára ennél lenne sokkal hatékonyabb döntés. Másrészt pedig az ügyfél oldaláról pedig ott van az, hogy nem biztos, hogy ismeri minden egyes lehetőségét, amivel esetleg ő jobban járhatna, mint amit véghez vitt. Úgyhogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy valójában hogyan lehetne beilleszteni a vállalatnak az érdekeit, tehát az, hogy milyen célorientált politikát kell megvalósítani, illetve ügyfél szempontból pedig, hogy egy adott ponton, ha van az ügyfél, és ezt nagyon szépen látjuk ugye például egy sales funnel esetében, akkor mi a következő legjobb lépés. És ugye ez a Next Best Action modul, amin elkezdtünk dolgozni. Ezt mindenféleképpen ezt is ugye a már meglévő moduljainkra ültetjük rá, és hogy maga a tudásunk az ne vesszen el, ezért hát végülis létrehoztunk egy ilyen hibrid modellt, ami a miért nem volt jó csak az egyik, és miért nem volt jó csak a másik. Ugye a probléma az, hogy a célváltozónk az rendkívül komplex. Ugye egyrészt lehet, hogy nem tudunk egyből a cél felé ellépni az ügyféllel, hanem ugye funnel lépéseken belül kell még őt vezérelni, tehát belépett az oldalunkra, megadott egy-két dolgot magáról, de nem fejezte be a bejelentkezést. Hát először ezt kéne vele végrehajtatni. Nem biztos, hogy csak egy bizonyos készülék felé kéne elvinni, mint vásárlás, hanem elképzelhető, egy másik irányba is el kell vinni. Ez jelenti azt, hogy rendkívül komplexek. Tehát a célváltozó az nem egy, hanem több. A standard modellekkel az ott a problémánk, hogy ugye a historikus adatokban azok ugye általában tipikusan nem befejezettek. Azaz, hogy csak arról van információnk, amit ő magában végigvitt. Tehát gyakorlatilag nem volt egy AB-teszt. Nem tudjuk azt, hogyha kipróbáltunk volna egy másik útvonalat, akkor arra hogyan reagál. És ugyanez a probléma a mintavételezéssel is. Egy klasszikus, mondjuk regressziós modell ezt a fajta torzítást, ezt nem tudja lekezelni, nagy valószínűséggel rátanulna, és így nem is lenne nagyon más út, mint amit korábban javaslatként, mint amit korábban végig is vittünk. A klasszikus Martin and Bandit modellel pedig azért nem tudtunk volna jól érvényesülni, mert hogy több célváltozónk van. Tehát vannak célorientáltak, vannak különféle stage lépések, tehát valójában a klasszikus reinforcement modellekkel csak mindig az adott közösségnek az egységes
Köszönöm, hogy szólt a telefonom. Szóval, hogy csak az egységesen tudtuk volna továbbvinni. Nem lett volna meg az, hogy egyszerre több célt is tudtunk volna kivinni. És ami a lényeg volt itt, hogy gyakorlatilag ezt a propensity modellt, aminél egyéni szinten meghatároztuk azt, hogy ő mi érdekli, milyen irányban tudjuk elvinni, ezt egy speciális feature-ként vittük be gyakorlatilag ebbe a Multi Unbanded modellbe, és ezáltal tudtunk gyakorlatilag egy ilyen best action modellt felépíteni. Köszönöm szépen a figyelmet!